Sziasztok, ez itt a h a Haon Sport podcastje. én Tóth Huba vagyok, a mai vendégem pedig Bényei Balázs, labdarúgó. Szia Huba, én is üdvözlöm a hallgatókat. Bényei Balást ugye legtöbben itt Debrecenben, a DVSC-ből ismerik, jelenleg pedig a Deac labdarúgója, de emellett pedig a tanulmányaira is nagy hangsúlyt fektet, és tudatosan készül a jövőre. tudná e mesélni nekünk, Balás, hogy mi újság van veled, mit csinálsz mostanság? Fú, hát mostanában, ahogy mondtad, te is tanulok. Uh, ugye elkezdődött a vizsgai én a mesterképzés után, a, amit elvégeztem pontosan egy évvel ezelőtt, a sportközgazdás szakot, felvételiztem doktori iskolába, Debrecen Egyetem gazdálkodási szervezes tudományok doktori iskolájába, és uh, fel is vettek, és hát most van a vizsgai időszak, és, és gőzerővel, gőzerővel nyomom itt a karácsonyi időszak előtt, hogy minél, minél, kevesebb kötelezettséget hagyjak januárra. Hát egyre jellemzőbb egyébként sportoló körében, hogy tanulmányaira hangsúlyt fektetnek, viszont azért nem jellemző, hogy aztán mennek még doktori iskolába, és téged mi motivál, hogy, hogy még mindig tovább tanulsz? Hát ez, ez onnan jött, hogy egy számomra nagyon érdekes diplomadolgozat témát tudtam kutatni és, és feldolgozni. Ez az okostadionoknak az alkalmazása volt. És igazából ez, ezt az anyagot tudtam vinni egy diáköri konferenciára is, ami ami egy olyan lendületet, meg olyan lökést adott hmm. ez a. Ez a Tudományos konferencia milliője, hogy, hogy a konzulensemmel egyeztetve arra jutottunk, hogy hogy nem lenne rossz a későbbiekben egy, egy doktori iskola felvételi. Aztán hát igazából a motivációm emögött az, az az, hogy itt is a focival tudok foglalkozni, és a focinak egy, egy gazdasági oldalával, és és próbálok valami valami olyan maradandót alkotni ebben, hogy hogy, hogy legyen értelme ennek a, a doktori iskolában eltöltött négy évnek is. Röviden, mit lehet tudni az okostadionokról? Magyarországon van-e okostadion? Hát okos alkalmazások vannak a stadionokban, igazából ez a, az a szolgáltatásnak a minőségét emeli. Eh, hogyha, hogyha okosítják a stadionokat, a, a, vagy okosítanak a stadionokban. Eh, igazából az a, nem a büfének a, a szolgáltatását mm -hmm. tudja meggyorsítani, vagy megkönnyíteni, vagy a kiszolgáló, a kiszolgálóhely egyéb kiszolgálóhelyiségeknek a foglaltságát jelzi, vagy akár eh, biztonság tekintetében a menekülési útvonalak, hmm. beléptetés, eh, Igazából ebbe, ezzel a témával az elmúlt egyében. Nem is, összetett rendszer. Igen, meg ezzel a témával az elmúlt évben nem is foglalkoztam, és és főleg azért, mert ez egy nagyon új oldala a sportszolgáltatásoknak, ezért ezért az elmúlt egy évben is rengeteget fejlődött, és, és rengeteg új dolog mm, került beépítésre a stadionokba. Egyébként, hogy tapasztaltad, melyik országban a legfejlettebbek, úgymond ilyen téren a stadionok? Igazából a magyar viszonyok között néztem, meg azt, hogy hogy a két top klub, aki Magyarországon top klubnak mondható, az természetesen a Ferencváros, és már így lokalizáció szempontjából a Loki-nál is érdeklődtem ezzel kapcsolatban. Itt is nagy differenciák voltak, egyébként a Fradinál egész jól alkalmazzák és tudatosan építenek be ilyen okos rendszereket, vagy kiszolgáló, modulokat, de egyébként világszinten hát a, az ázsiai nagyon előjárnak ebbe, a USA-ban is természetesen, de itt nem csak focira kell gondolni, hanem akár jégkorongra is, hogy egy csarnok milyen felszereltsége lehet, ami, ami segíti a kiszolgálást. És egyébként sokszor beszélgetünk itt, főleg Debrecenben erről a kettős karrier programról, kettős karrierről, hogy igazából sportolást ö, megosztani a tanulással, hogy lehet. Ö, te egyébként ö, hogyan látod, hogy ö, neked hogy sikerült, sikerül beosztani az idődet, illetve a többi sportolót nézve? Itt Debrecenben hogy látod, hogy hogy mennyien fektetnek hangsúlyt a tanulmányaikra? Hát én, hogy viszonylag sok időt töltök a, az egyetemen, a PHD irodánkban is, és látom, a főleg a Technősben, ugye ott van az irodánk is, látom, hogy mennyi sportoló jár kell ott az épületben, és, és én ennek, ennek tökre örülök, hogy hogy most vagy ez a, a deacos profil az, ami ami mozdítja őket a felé, hogy hogy, 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 tanuljanak is, vagy akár belső indítatásból, de igazából ennek, ennek, nincs is jelentősége. De, de szó, ami szó, sokan vannak, akik, akik a sport mellett a, a, tanulmányaikkal is foglalkoznak, és, és nem csak utánpótláskorú, vagy utánpótlás sportolók, hanem, hanem első osztályi sportolók is ugye láthatunk kosarasokat, akik a Deaszból oda járnak, jégkorongozókat, egyéni sportolókat, akik világbajnokságokon szerepelnek, és hát az ő példájuk is azt mutatja, hogy biztos, hogy nem egyszerű, meg tudom, hogy nem egyszerű összeegyeztetni a, a napi edzésekkel a tanulást is, főleg úgy, hogy még valaki órákra is bejár, de, de azért megvalósítható, és a, egyrészt a klub, a Deac-ra gondolok itt elsősorban, akiről, akiről első kézben tudok e, információkat mondani, de az egyetemnek a vezetősége és különösen a, a sportmenedzsment intézetnek a, az intézet asszony a Básné Bába Éva, aki, aki százszázalékos segítséget nyújt a, a, sportolóknak ahhoz, hogy, hogy a kettőt tudják együtt csinálni. És uh, mikor egy, körülbelül egy éve nyilatkoztál a Haunnak, akkor uh, szó esett róla, hogy uh, képzést is uh, csinálsz, viszont elsősorban nem edzőként uh, képzeld el magad. Uh, mi a helyzet az edzőséggel? Hát az edzősége most az a helyzet, hogy múlt hét hétfőn volt a célisenszes vizsgám. Uh, az ősszel el ezt a tanfolyamot, és hát sikeresen abszolváltam, hál' Istennek. Gratulálok. Köszi, köszi. És hát megtetszett. Igaz, hogy, hogy ahogy te is mondod, nem ez az elsődleges cél, hogy én edzőként tudjak dolgozni a jövőben, de, de azért megvan ennek is a szépsége, megvan a varázsa, szeretek még mindig a pályán, pályaszélén lenni, szerettem, amikor, amikor kicsit átszellemülhetek, és, Uh, igaz, hogy csak segédedzőként uh, ténykedem jelenleg a deac és utánpótlás játékosoknál, az U12-es csapatnál, de, de azért itt is uh, át tudom magam adni a, a foci érzelmeinek, a, 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 az érzésnek, hogy, hogy uh, valami maradandót kell, hogy alkossunk, és uh, és le, nem zárom ki annak a lehetőségét sem, hogy hogy jövőben edzőként ténykedjek, mert egyébként a, aki az oktató és vizga, vizsgáztató is volt egy, ö, egy személyben, a, most a céliszences vizsgámon, mm -hmm. nagyon jó visszajelzéseket adott egyrészt róla, másrészt arról, amit, amit a jövőben el tudok érni, hogyha, hogyha komolyabban foglalkozom ezzel. És mik az első tapasztalatok a gyerekekkel? Én élvezem velük a munkát, én főleg, sőt, elsősorban az edzéseken vagyok jelen az ő, az ő, tevékenységükben. A hétvégi tornák, illetve a meccsek azok, azok nekem érthető okokból kimaradnak, ugye nekem is meccsek mm -hmm. vannak, szombatonként edzések, vasárnaponként meccsek, így, így nem tudok ott lenni velük, de, de én élvezem a munkát, és, és tök jó látni azt, amikor, Mondjuk egyik nap elmondom nekik azt, hogy szerintem mi lehet a jó megoldás. Nyilván egyeztetve a vezetőedzővel, hogy ugye hogy a játékos tapasztalataimból kiindulva, mi az, ami, ami megkönnyítheti az ő dolgukat, vagy mi az, amivel többek lehetnek attól az edzéstől, vagy attól az egy információtól, amit nekik adok, és és nagyon jó azt viszont látni, amikor ezt alkalmazzák is mondjuk egy, egy másik szituációban, vagy egy másik napon. És annak tudatában, hogy két kis gyerkőcöd is van, velük is próbálsz focizgatni? Hát módjával. <gül> <gül> azért próbálom terelgetni őket valamilyen sport irányába. Hál' Istennek nem kell nagy erőfeszítéseket beletenni, mert, mert ha, a nappali közepére ki van gurulva egy labda, akkor az biztos, hogy nem sokáig marad érintetlenül. De egyelőre a kislányom az, aki, aki inkább rúgja, mint dobja. Ezt kicsit, kicsit máshogy szeretném. <gül> <gül> női focinak egyrészt a megítélése és a minősége sem olyan, mint amilyen, amilyen magaságokat el lehet egyébként benne élni, vagy amilyen potenciál van benne. Őt jobban szeretném inkább valami kézilabda jellegű sportág vagy valami kézzel végzendő sporták felé terelni. A kisfiam az pedig, hát neki tök mindegy, hogy hogy mit csináljon a labdá, hogy mit csinál a labdával, neki, neki csak legyen ott. Szóval igazából nagy, tényleg nagy erőfeszítéseimben nem telik az, hogy hogy őket labdával játszassam, vagy hogy nekem erőszakolnom kell, rájuk kell ilyen erőszakolnom az, hogy, hogy labdázzunk. Hát aktívak. És már ha így ö, ö, eljutottunk gondolatmenetbe egészen a kicsikig, ö, arról szeretnélek kérdezni, hogy, hogy nálad egyébként még annó, hogy jött a foci, és hány éves voltál, mikor, mikor elkezdtél focizni? Hát én, én öt évesen kezdtem, Óvodás voltam, és Egészen egy... korán. igen, viszonylag korán. <laughs> és egy óvodás társam mondta, hogy ő, hogy ő jár foci edzésre. És én a Kazinci óvodájába jártam, és a Kazincinak egy jó nagy torna terme van, majd az általános iskolának, és, és ott voltak az ő edzései, és egyébként is lakótelepen nőttem fel, lakótelepen állandóan fociztunk, amikor, amikor lent voltunk, és, és akkor szüleim is úgy gondolták, hogy, hogy miért ne kezdhetném el akár már a focit öt évesen is, és, és, ott voltak az edzések a, a Kazinci Általános Iskolának a tornatermében. Beretján Gyula bácsi volt az edző, és igazából hát ott, ott eléggé, ahogy az emlékeimben él, eléggé szervezetlen keretek között ment, vagy a, az adó, a lehetőségekhez képest lehet, hogy kioszták belőle a maximumot, de ott, ott mindenféle korosztály megfordult, mm -hmm. egy foglalkozáson belül is, tehát ott a, a tőlem négy évvel idősebbek, vagy három évvel idősebbek, től egészen a tőlem fiatalabbokig, ott ott, ott mindenki... Volt kihívásből. Volt, művel. hát ez ilyen tömegsport jelleggel működött szerintem még akkor, most, ahogy így, így visszagondolok ezekre a... a... Foglalkozásokra, de, de meg volt a szépsége is és, és nagyon sok. Sőt, hétre hétre egyre több gyerek járt oda, Gondolom azért az edzőszemélye személye is rengeteget e, nyomott abba, hogy, hogy egyre népszerűbb legyen. Legyen a csapat, és nem csak a foci, mert e, Debrecenben azért. Amellett a csapat mellett működött szintén több csapat de, de hát innen indult ez öt éves koromban a Kazinci általános iskolában Veretján Gyula bácsi vezetése mellett. És uh, hogyan lépdestél aztán utána uh, feljebb a ranglétrán, hogyan jártad ki a utánpótlás csapatokat, aztán uh, merre vezetett az utad? Hát szerencsére nem kell olyan nagyon sokat gondolkoznom rajta. Uh, következő edzőm, az uh, Mező József volt, neki volt egy, vagyis ő, ő edzős körött, uh, ha jól tudom, vagy jól emlékszem, akkor talán Loki foci Suli volt az akkori név, de, de a Lokihoz nem tudom, hogy mennyi köze volt akkoriban. Uh, utána Kolozsi Sándornál nevelkedtem, tanultam a dolgokat, és, és utána már elérkezett az az időszak, amikor amikor a Loki-nak a, a kötelékébe e, nőttünk be igazából, és és ott végig jártam a korosztályos csapatokat, és e, Antal István, Sándor Csaba, Gyarmati András e, kezei alatt kellett dolgoznom, e, és igazából az utánputlás az, az ennyi volt. Nem tudom, hogy sok, sok vagy kevés az az edző létszám, vagy az edzőszám, amivel... Akkor ugye a Loki-nak létavértessel volt kapcsolata, már fiatalabbak szerintem nem is biztos, hogy emlékeznek, Ezt fel tudod idézni, hogy hogy akkor pontosan milyen kapcsolat is volt, és hogy az MB3-ba fociztatok a De, létavértessel. A cél volt akkor is a, ennek a piramisnak a felépítése, ami, ami talán még most is e, aktuális, és célként van Elképzelve, vagy kitűzve, nem tudom, hogy első osztály mellett legyen egy másod és harmad csapata is debrecenek, hogy a, a szintlépések azok harmad osztályból az első osztályba ne legyen ne legyen túl nagy, vagy megugorhatatlan, és így a, a fokozatosság elve alapján így fel legyen építve egy ilyen. Egy ilyen. E, hát, piramis, jobb, jobb szót nem tudok erre e, mondani. És akkoriban az volt az elképzelés, hogy különböző és bizonyos kötődések e, miatt létavértes lett az a csapat, ahova az utánpótlásból e, kiöregedett, vagy vagy a, azokat a játékosokat, akikkel el, tudják, el tudták képzelni azt, hogy, hogy megvalósítható a, a feljutás MB3-ba, MB2-be e, áthelyezték, és és e, igazából a létavértes lett a fiúk csapata a Lokinak. Majd ugye az MB2-es rendszerbe a DVSC Deac kapott helyet e, 2 be és tulajdonképpen így meg volt valósítva ez a, ez a folyamatosság, amit, amit, első körben elképzeltek, de, de nem tudom hány évig, de nem, nem pontosan emlékszem, nem sokáig. Volt az, hogy, hogy mb 1 es csapatnak MB2-csapat lehet, az ő csapata lehet, és így ismét előtérbe került az, hogy a, a létavértest kellene valahogy feljuttatni. Hát ez, ez annak ellenére, hogy az MB3-at megnyertük. 2013-14 es szezonban. Adminisztrációs, állítólagos adminisztrációs hibák miatt nem. Nem valósulhatott meg, és ott az a csapat szétszélett, és, mm. és akkor kerültem például én is más irányba. <laughs> Igen, hát Debrecenből indultál, aztán most is Debrecenbe vagy, majd igazából volt egy kis kitérőd, mezőkövesden is játszottál, illetve a legtöbbet Békés Csabán is lehetőséget kaptál. Milyen volt aztán utána ismét visszatérni a DVSC, aztán a DVSC első csapatában is játszani? Hát ez nem titok, és soha nem is volt titok. Nekem nekem mindig is az volt az álmom, hogy én a Loki-ban MB1-es futbalista lehessek, és az lett volna az igazi e, megvalósulás ennek, hogyha, hogyha ilyen különböző kitérők nélkül tudom ezt megvalósítani, de... Én úgy vagyok vele, hogy ebből is tudtam profitálni, és tudtam tanulni, és, és értékesebb ember és játékos lettem. És e, amikor elmentem, talán hiányzott belőlem az, ami már megvolt, amikor újra észrevették azt, hogy talán erre a srácra e, lehetne építeni, vagy lehetne támaszkodni. Igen, volt egy éves mezőkövesdi kitérőm. Az, az, nem sikerült túl jól, annak ellenére, hogy, hogy NBA-be jutott a csapat. Körülbelül tíz meccset játszottam abban a szezonban, az, 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 nem volt egy, egy jó élmény, de, de sokat tanultam abból az egy évből is. Majd Békéscsabára kerültem, ahol, hát ahol imádtam lenni, és, és ahogy én eh, éreztem, meg én hozzám visszajöttek a, a visszajelzések, engem is szerettek, mind a, a csapatnál, csapat körül a dolgozók, és a szurkolók is, és, és az, egy, az egy nagyon boldog három év volt, ugye ott is megéltünk magasságokat, meg mélységeket, de egyik év sem olyan volt, amikor mm -hmm. amikor unatkoztunk volna, vagy itt a langyos vízbe ellébecoltunk volna, és, és igen, a 2017-ben volt az, amikor amikor Szima Gábor felhívott, hogy, hogy szeretnék, hogyha újra loki játékos lennék, de már ezúttal az NB1-es csapatba. És hát... Azonnal igent mondtál? Nem mondtam azonnal igent, de én tudtam, hogy, hogy nincs kérdés a afelől, hogy, hogy, hogy én Debrecenbe fogok mm. jönni. Azért nyilván nem akartam azt sem, hogy, hogy úgy kezeljenek, mint mint olyan játékost, aki, akit elengedtek, hogy egy fiatal uh, utánpótlás játékos, aki akivel nem feltételezem, hogy ez lett volna, de bármit megtehetnek, uh, érzékeltetni akartam azt, hogy, hogy én már nem az vagyok, mint aki elment, mm. és és hál' Istennek uh, egyébként pozitív volt a... a az ő hozzáállásuk állásuk is, és hát nyilván nem sokáig kellett egyezkednünk azzal kapcsolatban, hogy én Debrecenbe jöjjek, vagy nem. És aztán me meccsen, meccseke, meccsről meccsre szóhoz is jutottál, majd a szurkolókkal is egészen jó kapcsolatot ápoltál itt is. Ami, amire emlékszek egyébként, hogy egyszer még ki is mentél a szurkolókhoz, és te doboltál ott de Nem velük. doboltam, meg a font meg a igen. Igen, ez egy <laughs> nem tudom, hogy honnan jött ez nekem, e, de egyébként ez, ez hát ja, egy vicces, és és egyébként egy, egy tök jó emlék. E, amikor bronzérmet ünnepeltük a 2019-ben, akkor Ugye hazai meccsel zártuk a szezont, Igen, és hát ott, ott elkezdődött rögtön mecs után az ünneplés, és nem tudom, valamilyen indít, belső indítatásból, vagy lehet, hogy külsőből, hogy megláttam az ismerőseimet a lelátón, e, minél közelebb akartam kerülni hozzájuk, velük ünnepelni, és ahogy, ahogy felmásztam a kerítésre, már rögtön nyomták a kezembe a megafont, és hogy akkor, akkor valamit vezényeljek már. Uh, erről született is egy videó, <laughs> amit, amit, azonnal kértem másnap, amikor megláttam, hogy kerüljön már le, hogyha, hogyha egy mód van rá, mert, mert uh, aki ott volt, az tudja, hogy milyen rigmussal indítottam, és uh, nem biztos, hogy ez, ez mindenkinek uh, a tetszését elnyerte volna, de, de a debreceni közegnek uh, Szemmel láthatóan el, el, sikerült elnyernem a tetszését. egyébként ez a videó nekem még a mai napig megvan, mm. és, és a rólam, az akkor rólam készült képeket is e, mosolyogva szoktam nézegetni, amikor a kezem ügyébe kerülnek. És egyébként mit tartasz a legmeghatározóbb élményednek a loki ben vagy melyik meccsre emlékszel vissza a legszívesebben? Fú, hát nehéz lenne meccset kiemelnem, de az első, amire talán mindennél szívesebben és mindennél jobb emlékekkel gondolok vissza, az egy, az a bemutatkozásom. Loki mezben Pakson történt, kezdőként, ugye két, két vereséggel indítottuk a, a szezont, és az a meccseken nem is játszottam. De, de Herceg András úgy gondolta, hogy, hogy bele kell, hogy nyúljon a kezdőcsapatba, és bekerültem, és és tök jól ment a játék egyébként, ezek voltak a visszajelzések is, és én is így éreztem. E, igaz, hogy egy, egy döntetlen értünk ott el, majd a következő fordulóban szintén egy döntetlen a Fradi mm -hmm. ellen, de ez a két meccs, hogyha a lokis időszakomra gondolok, ez a két mm -hmm. meccs, ami ami elsőnek beugrik nekem, mert mert innen indult el minden. és és egyébként az egy, az egy tök jó szezonom volt, elkerültek a sérülések. Igen, és abban a szezonban kerültem be, a nemzeti sport újságírói által értéke, a nemzeti sport újságírói értékelései alapján az ősz, az ősz 11 ébe mm -hmm. Tehát az, az, tényleg a szakmai oldalról is, a külső szakmai oldalról, illetve a belső Ö, csapatnál dolgozók szakmai ö, oldaláról is ö, elismertek. Pozitívak voltak a visszajelzések, igen. És ö, egyébként a háttérben kik dolgoztak veletek, hogy ö, hogy minél sikeresebb legyetek? Hát ugye a masszőröket elsők között kell, hogy, hogy megemlítsem. Ö, a reha a rehabunkáért, ö, Dankó Misi felett abban az időszakban, ő, ő rengeteget, rengeteget volt velünk a, a vagyis azokkal a játékosokkal a, a konditeremben, illetve pályán külön munkát végezve, akik, akiknek éppen szüksége volt rá, vagy abban a, a stádiumban volt a sérülésük, vagy a felépülésük inkább. Ha jól tudom, azóta már működik dietetikai tanácsadása a klubnál. Ugye akkoriban kezdtünk el járni a, a SET Centerbe, akiknek a, a, munkáját azt szintén meg kell, hogy említsem. Ott elsősorban diagnosztika volt az, ami, ami szerepet kapott, de, de azóta már a set a munkatársai is a klub mellett szorosan dolgoznak. De egyébként, egyébként talán, Hát, illetve még a, a Hotel nagyerdőben volt a, a, rehabilitációnak az a, az a szakasza, amikor kezelésekre kellett járni a játékosoknak, a kriószaunának az üzemeltetője, aki, aki szintén hát napi szinten kapcsolatban volt velünk. Azért, azért voltak jó páran, de még itt is voltak olyan rések, vagy még mellettük is voltak olyan rések, amik, amikre akkoriban is szükség lehetett volna már, de, de azóta próbálnak erre még nagyobb hangsúlyt fektetni a, a klubnál, ahogy én tudom. És hát a Lokival megéltél gyakorlatilag mindent. Sikert, kiesést az MB2-be, és még aztán is próbáltad segíteni a csapatot. És milyen, milyen volt az, amikor végül is elhagytad a dvs t Hát igen, azért, azért itt is voltak magasságok, meg, meg jó nagy mélység is a kieséssel, ahogy te is említetted. És ez, ez nagyon furcsa volt, mert az előző nyáron elhoztuk, azaz azt meg előző nyáron elhoztuk ugye Debrecenbe a, a Torinót például egy Európa Liga mérkőzésre. Amelyre nem kevés ember látogatott. Igen, te. igen. És, és egyébként jól is indult az a szezonunk, de a vége az mégis az lett, hogy, hogy az MB2-be kerültünk. Az utolsó pillanatig harcba voltunk ugyan, hogy, hogy még bent tudjunk maradni, de, de ezt nem sikerült megvalósítani, és ez egy, ez egy nagyon fájó eh, nap a, nekem is, és, és ez, egy, ez egy fekete nap a, a Debrecen labdarúgás történetében, de hála jó Istennek, hogy ebből sikerült kilábalni, nagyon úgy tűnik. Az én elvállásom pedig a Lokitól az, hát ez nem, nem ment könnyen, mármint olyan értelemben, hogy, hogy a csapatváltás az, az volt, akkor kerültem át a Deachoz, az akkor szintén nem B2-es Deachoz, de bennem azért nagy vívódások mentek, mm -hmm. mert nem sokat játszottam abban az időszakban, ugyanakkor, ugyanakkor csak focizni akartam volna, amennyit csak tudok, és, és hát meg kellett lépnem. Nem tudom, hogy, hogy így visszagondolva, hogy az jó döntés volt-e, vagy, vagy nem volt jó döntés. Lehet, hogy még várnom kellett volna, mert ugye akkor is szezon, szezonon belül történt egy edzőváltás, ami talán az én megítélésemben és az én szerepemben is változás hozott volna, de én lehet, hogy kicsit türelmetlen voltam, vagy túl őszinte, mert is focizni akartam, és, és utána nekem le is járt a, a szerződésem, ugye ez egy téli váltás volt, amikor kölcsön bekerültem a Deachoz, nekem azon a nyáron lejárt a szerződésem a Lokival, és hát oda-vissza út már nem mutatkozott, a Deachnál pedig úgy gondolták, hogy hogy szívesen alkalmaznának engem. És hát azóta is egy Deac játékosa vagy, közben meg volt egy nagy sérülés, sérülésed, és az, az, hogy élted meg? Hát az, az tényleg egy nagy sérülés volt. Igen, én ott voltam a helyszínen is, és élőben láttam, ahogy letarolnak téged igazából igen, a pályán. Igen, ez egy, ez egy... Hát nem minősítem sem a, sem a, az embert, sem a szituációt, de hát ez egy rossz emlék, nem ezt mondanom se kell. E, ugye szárkapos csonttörés, szalakszakadások, minden volt, ami, amit el lehet képzelni. E, hát nehezen ment a felépülés, és, és fájdalmas volt, és, és nagyon hosszú. Az első Elég, elég annyit mondom hogy az első kezdő mérkőzésem a sérülést követően tizen, hát szinte napra pontosan 14 hónappal mm. később volt. Hát azért volt, volt bennem abban abba a 14 hónapban jó pár rehabilitációs edzés, meg, meg erősítő edzés, meg, meg futó edzés, minden volt benne, de, de ezen túl vagyok már, és ugyan még a Máj napig eh, érzem ennek a, a hatását, főleg, hogyha, hogyha változik az időjárás, azt, azt azért mm -hmm. megszenvedem. De de úgy a fociban nem nagyon befolyásol mostanában, legalábbis így érzem. És hogy érzed most az idei szezonotokat, hogy teljesítette és hogy érzed, hogy a csapatban mi van benne? Hát a csapatban jóval többnek kellene, hogy legyen. Csapat szintű elemzésbe itt nagyon nem akarnék belemenni. Aki ránéz a tabellára, az láthatja, hogy hogy ez a hatodik hely, ahol éppen állunk, az az, az elmúlt években az, az nem éppen így volt. Remélem mindenki érzi ennek a felelősségét, vagy a, a saját részét ebbe, és, és fogunk tudni ezen változtatni és, és előre mozdulni és uh, ugye a rugott gólok tekintetében, kapott gólok tekintetében mindenhol fejlődnünk kell, mert sok gólt kaptunk, kaptunk, túl sokat ahhoz, ami az elképzelésünk volt ugye a szezon megelőzően, viszont cserébe keveset rúgtunk, mm. szóval tök jó a felállás. Uh, hát az a jó benne, hogy, hogy innen van hova javítani, bőven van benne azért mozgástér, és uh, a saját szerepemre, vagy a saját teljesítményemre kitérve pedig azt gondolom, hogy minden erőmmel továbbra is azon vagyok, hogy, hogy a csapatnak az érdekeit szolgáljam, és és ezért próbálok. Próbálok mindent megtenni annak érdekében, hogy a, hogy a klub is szebb napokat éljen meg, és, és hogy a jövőben is még jó sokáig tudjam segíteni a csapatot. Szóval még nem, nem gondolkozol ilyen hogy felhagyja a pályafutással, és, és a jövőre koncentrálj? Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem játszottam még el a gondolattal, hogy, hogy nem járok napi szinten fociedzésre, és, és nem része napi szinten a, az életemnek a futball. Hát ezt, ezt el sem tudom képzelni, de az a része, hogy, hogy ne járjak edzésekre, az, az néha tetszik, Én néha tetszene, főleg ezekben a, a mínuszas időkben, vagy amikor, amikor majd leesik a hó, feltételezem január 8-án, az első edzésnapon, ahogy szokott, akkor, akkor azért megfordul a fejembe, hogy jobb lenne otthon, de nyilván egy, egy felnőtt embernek az élete az nem így működik, hogyha nem foci edzésem van, akkor otthon van, akkor is kezdenem kéne valamihez, de új, egyelőre úgy érzem, hogy, hogy továbbra is ez az, amit legszívesebben csinálok, és, és érzek még magamban annyi erőt, annyi motivációt, annyi energiát, hogy, hogy egyrészt segíteni tudjak másoknak csapaton belül, vagy, vagy legalább a tapasztalataimat megosszam, aztán majd mindenki kezd vele, amit akar, ö, és, és szeretek meccsekre is járni, szeretek edzeni is, szeretek focizni is, ö, és a szurkolók is szeretnek. Hát bízom benne, ugye azt sajnálom, hogy itt a, a hazai e, és a debreceni körökben nincs olyan, olyan komoly megítélésünk, mint, a, mint természetesen a DVSC-nek, de azért, azért azt jó lenne látni, hogy ahogy, ahogy javul az idő és melegszik az időjárás, úgy, úgy minél többen belátogatnak ki a meccseinkre, és ezek a, ezek a visszhangok vagy visszajelzések hozzánk is eljutnának első kézből hogy, hogy milyen a megítélésünk a, akár a nézők, akár a lakosság körébe, de, de igen, szeretném ezt hinni, hogy, hogy szeretnek itt is a szurkolók, azért nem gondolom, hogy, hogy bármit tettem ez ellen. És akkor most valószínűleg te is pihensz, mármint ami a labdarúgást ról van szó. Szóval most jön a karácsonyi időszak. Hát és emellett ugye vizsgai időszak is van, ami nem könnyű számodra, de mégis hogy, hogy készültök a karácsonyi időszakra a családdal, hogy fogjátok megünnepelni? Hát egyelőre ez még várat magára, azért a karácsonyi dekoráció már egy kis adventikuszorú formájában e, megjelent nálunk is, e, de még, még ugye vannak kötelezettségeim a a vizsgákat illetően. Holnap lesz az utolsó vizsgám erre az évre, aztán már csak, már csak a karácsonyi időszakot követően veszem újra elő a jegyzeteimet. De amikor jöttem ide hozzátok a székházba, pont azon gondolkoztam, hogy én itt nem bírnék dolgozni, mert hogy minden nap keresztül jöjjek az adventi forgatagon, azzal együtt, ahogy, hogy én mennyire szeretem és mennyire megélem a karácsonynak a, az időszakát, az, az, a kettő az, hogy kizárná egymást. Én ezt napi szinten nem bírnám elviselni, hogy, hogy célegyenesen jöjjek ide a munkába, majd munka után haza. Én, én azért szeretem ezeket a, a pillanatokat megélni, kicsit lelassítani így az év végén, családnak még több időt szentelni, amit amúgy egyébként is meg, próbálok egész évben megtenni, de, de itt azért úgy mégis hangsúlyosabban előjönnek ezek a dolgok, kicsit Kicsit leülni, otthon, átgondolni az évet, hogy mi az, amit, mi az, amit tettem, mi az, ami, amin még lehetne javítani, és, és aztán próbálom új erővel megkezdeni a januárt. És hogyan telik egy ilyen ünnepi időszak egyébként egy labdarúgónak, ilyenkor lehet azért nasolni, meg megengedhettek tényleg pihenést, vagy ilyenkor is kell egyénileg legedzeni. Hogyan történik ez? Nekem akarja, az, az a gyengém. Tehát én, én nagyon szeretek jókat tenni, és sokszor Hát sokszor rosszakat is, olyan értelemben, ami nem összeegyeztethető egy, egy sportolónak az étrendjével. Mi a kedvenc? Hát én a palacsintáti imádom. Uh nekem tök mindegy, hogy ünnep, vagy nem ünnep, nekem, nekem jöhet a palacsinta. De az palacsinta királyát hallottuk. <laughs> hát ilyen verseny még nincsen a, a csili evő Majd lehet a palacsinta lesz. Palacsinta evő versenyben szívesebben részt vennék, mint a, mint a csili evőbe. Hát én, én szeretek nasizni, én szeretem a péksüteményeket feleségem már tudja, hogy, hogy szaloncukrot nem, nem szabad venni, főleg úgy nem, hogy, hogy az ki legyen rakva az asztalra, és, és hozzáférhető legyen 0-24. Hát azért, azért oda kell figyelnem. Szerencsére nem vagyok olyan alkat, akin, akin azonnal meglátszik, hogyha megeszik egy, vagy, csak rágondolok a kajára, ugye ilyeneket is látunk, vagy ilyeneket is ismerünk, akár csapaton belül is hogy rágondol egy szeletbe szelet baglire, aztán már hízott másfél kilót. Szerencsére én, vagy én, ettől szerencsésebb helyzetben vagyok, de azért az aktivitásom az, az, általában ilyen két hét teljes pihenő után el szokott kezdeni mocorogni, és az indítatás, hogy valamit kezdeni kéne magammal, az, az megvan. Hát ez, ez pont most hétvégén indult meg közeledik ugye a vizsgai időszakomnak a vége is, vagyis erre a szezonra, vagy erre az évre letudom az utolsó vizsgámat is, és, és az lesz a következő, hogy, hogy megyek futni, megyek edzeni, azért nem szakadok el teljesen a, a ha csak a focitól mégis, de ugye a sportoktól teljesen nem. Én nagyon szeretek fallabdázni. Az egyik barátommal amikor időnk engedi, akkor, akkor viszonylag ö, sokat játszunk. Meg hát, meg hát megyek futni, szeretek futni, és szeretek az erdőben lenni ilyenkor. A stadion körül szoktam futni viszonylag sokat, ö, még, még akár ilyen időben is, ilyen mínuszokban is. És szélveszterezni egyébként, hogy szoktatok, vagy egyébként ez megvan-e már, hogy esetleg csapattársakkal is ö, ünnepeltek, találkoztok, vagy ö, csak a családdal? Hát most szerveződik egy, egy durva házi buli nálunk. <laughs> egy másik családos, pont ezzel a, 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 akiről az előbb, vagy akit az előbb megemlítettem barátomat, akivel eljárunk fallabdázni, velük e, próbálunk összeszervezni egy, egy szilveszteri e, hát inkább gyerekzsúrt. Náluk is van két gyerek, nálunk is van kettő, aztán őket összeengedjük, hát ha nekünk négyünknek is lesz egy kis uh, nyugalma. Uh, de egyébként, egyébként nagyjából így. Uh, családi körökben, az előző években, uh, sőt, én, én, tulajdonképpen én soha nem is szerettem ezt a, ezt a szilveszterkor elmegyünk, és akkor fú, mindent beleadunk bulikat. Uh, Alapvetően a bulikat sem nagyon szeretem, szóval én inkább ilyen, ilyen nyugis ünneplő vagyok, inkább lezáró, <laughs> mint ünneplő. De te alapvetően milyen személyiségnek mondod magad a pályán, meg azon kívül? Hát ez két ellentétes. Szöges ellentétben van azzal, hogy én, én a magánéletben milyen nyugodt vagyok, és a, a pályán meg mennyire nem. Olyan értelemben, hogy, hogy azért azért hát motivált vagyok, szenvedélyes, próbálom azért szenvedélyet csinálni a, a, focit még, még így 34. életévemnek a küszöbén is, és hát gondolom sokszor ellenszenves is, főleg az ellenfeleknek, azért azt érzem, hogy, hogy csapaton belül is van egy megítélésem, hogy, hogy <laughs> Velem szemben nem mindent engednek meg, vagy nem engednek meg sok mindent maguknak a, a társak, amit amúgy másokkal szemben e, megengednek, akár ilyen kis poénkodásokra gondolok. E, sokkal, sokkal másabb vagyok, még edzéseken is, mint, mint e, magánéletben. De hát, szerintem ez így van, jó. Köszönöm szépen, hogy e, itt voltál velünk. Először is jó vizsgai időszakot, aztán kellemes ünnepeket kívánok. Aztán hajrá jövő ébe a Deacsal. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen a beszélgetést, kellemes ünnepeket mindenkinek. Sziasztok!